Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. A múlt héten egy nagyszerű projektbe csaptunk bele, Eurovíziós Dalfesztiválra a Morning Show. Én csak így hívom. És ez egy nagyon-nagyon jó kis kezdeményezés. Őszintén szóval meguntuk már, meguntuk persze. Nyilván fantasztikus dalokkal mentek ki, meg jutottak ki a magyar versenyzők az elmúlt években is, de viszonylag sok volt köztük az én kis szomorkás, befelé forduló, megmondó, hogy hívják, világfájdalommal telített dalocska, és mi azt gondoljuk, hogy jó lenne már valami olyan dallal kimenni, ami nem akar semmi mást, csak és kizárólag szórakoztatni. Így van, hogy legyen végre, ez a, felejtsük el ezt a sírva vigadunkat, ugye? Hanem vigadjunk vigadva. Mindig azt mondják rá, így van, hogy a magyar vigadó. Az egy sírva vigadós típus. Nem, most gondolják azt, hogy egy vigadva vigadjon típus legyen inkább a magyar, és hát mindenképpen egy olyan számmal szerettünk volna kandidálni, vagy szerettük volna, hogyha eddig valaki előjön valahonnan, lehet, hogy előjött, csak aztán nem jutott be a televíziós műsorban. Úgyhogy hogy azt gondoltuk, hogy legyen végre egy ilyen dal, ami azt az üzenetet küldi majd erről az országról mindenfelé, ahol nézik a Eurovíziót, hogy ez az ország egy vidám ország. Így van, van mondani valója a vidámság mögött, tehát nem csak úgy belepuffantja a nagy világba, hogy ő vidám, hanem hogy mondani valóval egybe tűzdelt, és nagyon komoly hungárikumokat felvonultató a színpadképben. Így van. Mert így ezt van. Mi már ugye elkezdtük kitalálni, hogy is kéne kinéznünk. Pontosan így van, és ebből a célból, mivel azért mi van köztünk zenész, Feri személyében, de azért mondjuk zeneszerző kevésbé, és ezért úgy gondoltuk, hogy a Morning Show egy korábbi hím tagját, Polgár Petit a kezünkbe veszük, illetve az ő telefonszámát, és akkor felhívjuk, és akkor beszélünk a Petivel, és a Peti majd rittyent nekünk egy kis dalocskát. No, úgyhogy ez meg is született, ezt már múlt héten megmutattuk nektek, szerintünk a dal nagyon jó. Van viszont még néhány olyan dolog, amit közösen ki kéne dolgozunk a hallgatókkal egyetemben. Így van. Egyik ilyen, hogy például nincs... A jogdíjak elosztása. Nem, az a miénk, azon nem kell gondolkozni. Nincs neve a projektnek, ember. Hát hogy fogjuk, mit fogunk nevezni, hogy nevezünk? Polgár Peti és a fiúk? Vagy mi? Hát várjál. Hát beleírjuk, hogy Peti és a Morning Show? Ha? Vagy mi? Vagy Peti Balijani Feri? Hát ez nem tudom, ez egy kicsit fapad. Ugye? Ez kicsit fapad szerintem. Tehát, hogy nincs név, ezt ki kellene találnunk nagyon. A színpadképnél nekünk ugye már volt egy ilyen előzetesünk, hogy betolunk egy gémes kutat, de pulikutyával, vagy te én egy szalonnával. Mindent, ami jellemzi ezt az országot, amiről eszébe juthat a Magyarország, azoknak, akik látják, hallják ezt a dalt, nyilván majd egy picit eltúlozva. De szerintem például a Peti and Mega Cools, Megakulsz. Azt szerintem jó lehetne. De megakulsz. Így van, megakulsz. Nekem a megakulsz tetszik. Aha. Peti and the megakulsz. Megakulsz. Peter and the megakulsz. Ha kijutunk, akkor már Peter, mert itt most még legyünk Peti. Hát ez egy nemzetközi karriernek a kezdete lesz. Peti and the megakulsz, de ha kint vagyunk, akkor Peter. Ja. Peti and the megakulsz. Aha, nem rossz. Nem rossz, azért a hallgatókat én buzdítanám, hogy két dolgot írjatok, vagy egy nevet, A, vagy B, hogy a színpadképpel még mit tudnánk kezdeni, mert mondom, az alapok megvannak, de hogy ruházatban kellene nekünk mozogni, a mi hármasunknak, ugye Peti van elől, mi vagyunk a csordavokál, kellene nekünk mozognunk, hogy mi mindent tudunk ezzel kezdeni. Ez jó lenne még letisztázni. És ugyanakkor meg arra is gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit megpróbálnánk puhatolózni a zsűri felé, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága ennek a dalnak. Igen, mert egyelőre a zsűri nem akar nagyon velünk szobálni, illetve nem is nagyon tudjuk, hogy kik fogják alkotni az idei zsűrit. Egy olyan ex-zsűri tagot próbálunk meg felhívni, aki hosszú éveken keresztül részt vett a műsorban, illetve a műsor zsűriében, és hát egy kicsit az ő lelken is száradnak kijutott dalok. Neki is köszönhetjük, és ha véletlenül mi kijutnánk, akkor vajon ő hogyan, vagy ha bejutnánk egyelőre a dologba, mondjuk a 30-ba, akkor ő hogyan vélekedne erről a dologról, úgyhogy felhívjuk a zsűri egyik nagyszerű férfi tagját. Így van, egy olyan embert, akinek a séróján többször is már gellert kaptak rá, persze romboló gránátok. Ja Isten, nagy tapsot kérünk szépen Rákai Filipnek! Hello, sziasztok! Hello!
Végre örülsz neki, hogy élőben is hallhatsz bennünket. Köszönjük, Filip. Majd mi ezt elmondjuk, nem kell neked dicsérni bennünket. Hallottad-e már a dalunkat, amivel mi tényleg nagyon komolyan szeretnénk indulni az Eurovíziós Dalfesztiválon? Hát srácok, nem hogy hallottam, hanem gyakorlatilag rongyosra hallgatom péntek óta, és azt szerintem elárulhatjuk ilyen szűk körben, hogy én igazából azért távoztam július 1-ével a televízió vezérigazgató helyettesi pozíciójából, hogy ne legyen összeférhetetlen a dolog, és szerintem most már bejelenthetjük, hogy kreatív producere, menedzsere lennék ennek a Hungary Cool nevű produkciónak. Én már elneveztem, helyettetek. Nem rossz, nem rossz, tehát te is ki akarsz jutni nyilván. A főleg, hogy pénteken én is. Igen, keveset jártam. Keveset jártam, hogy jönni akarsz még. Ez nagyon jó. Zseniális. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy eddig mindenki megállt fél úton valahol. Tehát a Bialexben már volt egy kis polgárpukkasztó különbség, vagányság, de ő is ugyan szakállas volt, de az a kis női jelmez lemaradt, sőt, hogyha belegondoltok, akkor a kedvesemre lehetett volna mindenféle rímeket találni. Ahogy most nektek sikerült, ami mit tudom, kedvesem, nedvesem, de nem merte ezeket. Nem merték, mindig megálltak fél után, és az az igazság, hogy amikor mi ilyen 400 dalokat végighallgattunk itt a évről évre, akkor azért voltak ám szép száma ehhez, a tiétekhez hasonló dalok. De nem ütötték meg ezt a színvonalat. Nem, hát egyáltalán nem, de mi már azért szóltuk ki eddig az ilyeneket, hogy előkészítsük nektek a teret. De az igazi nagy ágyúra vártatok. Egyébként tényleg volt ez a fajta dolog a jelentkezők között, hogy egy ilyen magyarosat, hát ha bejuttat a zsűri? Hát nem tudjátok elképzelni, hogy milyenek voltak. Abból egyszer tényleg küldenék szívesen egy válogatást nektek. Tehát ott a 200. dal meghallgatása után sokszor elmondtam már, de tényleg úgy éreztük, hogy soha többet nem akarunk zenéket hallani. Aztán persze végig kellett menni 400 fele próbálkozáson. Egy idő után azért hoztuk be azt a szigorítást, hogy olyan előadók jelentenek, akiknek van már valamiféle színpadi, vagy kiadói, vagy rádióban játszó slágerük, vagy egyéb ilyen tapasztalatuk, mert egy pusztító volt, amikor valaki a boci-boci tarkát játszott a hátul, klimpírozta a kislány 8 évesen, és mit olyan ráénekelt, szóval azért. Menő lett volna létjogosultsága. Na most, amit te hallottál, az egyébként egy kezdő verzió volt, mert persze, az volt, ami felcsorda vokáloztuk. Így van, de ez is még egy demo version. Ez is egy demo, az nem tudom, az megvan-e már nekünk, Zsűli? Egyszerűen tudjátok már fokozni. Tehát ez így is, én amit pénteken hallottam. Az is nagyon jó volt. Az is. Figyelj, minden számot mind a hármatoknak végig kellett hallgatni, vagy volt olyan, hogy mondjuk végighallgattál belőle 10 másodpercet, aztán tovább passzoltad a Jenőnek, hogy szívjon ő. Nem, a dolog úgy nézett ki, hogy tizen voltunk mindig az előzsűriben, mindenféle zenei szakemberek, rádiósok, televíziósok, zeneszerzők, producerek, stb. És úgy zajlott tavaly is a válogatás, hogy el tudtuk bejátszani a dalokat, és az első refrénig, tehát az első refrén végéig mindent végighallgattunk. És akkor ott dőlt el az, hogy mi az, amit kiszorunk, mi az, amit nem, és akkor szűkült mindig, úgynevezett kalapba idézőjelbe bekerültek azok, amik átmentek az első szűrőn, és akkor azokat újra, akkor mit olyan 400-ból maradt, mondjuk 80 dal, és azt elkezdtük előről. Természetesen volt olyan is, amiről mondjuk 30 vagy 40 másodperc után kiderült, hogy tényleg a minősíthetetlen kategória, és akkor az előbb elvérzett, de a végén azért a 60-70 vagy 80 dal, amit újra elkezdtünk hallgatni, és addig hallgattuk, amíg nem lett belőle 30, azért azok ott már elég komoly versengés volt. De miért voltatok 10, miért nem csak 4-en, ti is hoztátok a személyjegyzőtöket? Figyelj, most ebbe a 10-esbe se vagy benne? Az igazság, hogy nem tudom ebben a pillanatban megválaszolni ezt a kérdést, mert egyrészt én most benne vagyok egy évig tartó műsor folyamat előkészítésében és felvételében. Jövőre ugye 62 évfordulója lesz 1956-nak, és most decemberben befejezem ezt a Szabadságtér 89 című rendszerváltó műsort, és jövőre lesz Szabadságtér 56. Na, csak nem maradtál álló nélkül. Amit jövő héttől forgatunk nagyon nagy erőkkel, tehát nem nagyon lesz, vagy nem nagyon lenne időm beülni az előzsűribe sem, de nem tudom, mert most szerveződik igazából a dolog. Én ezt csináltam, hogy 5 éven keresztül én találtam ki az egészet 2011-ben, aminek az volt tényleg a célja, hogy ne hátsó posztú diványokon, meg ki tudja, hogy dőljön el, hogy ki képviseli Magyarországot, hanem legyen egy olyan
show műsor, ami egyrészt szórakoztató, másrészt valahogy morális szakmai körülmények közé tereli ezt az egész dalt jutatást. Azt mi tudnánk hozni ezt a szórakoztató faktort, hiányzott belőle. Nem is kérdés, de Balázs nagy akkorol, vagy miért nincs? Igen, ő nem merte vállalni ezt az órát veled. Azt mondta, hogy az csak külön. Nem, mert az volt a tervük, hogy mind a hárman egy másik autentikus magyar állatfajon fogunk belovagolni, és hát ugye én egy kommandort fogok kapni. Enyém a szürke marha. Ferét szürke marhán lovagol be, a Balázs pedig most gyakorol a mangalicán. De nem valami lipicaját, ő lovas ember. Igen, lovas. Jó, de az annyira adta volna magát. Hát vagy egy medve egyesi félvér, vagy egy nómusz. Legyen benne valami humorforrás. Tényleg, hogyha most ez a beszélgetés nem erre a mesdjére terelődött volna, hogy itt aranyosan elviccelődünk, hanem tényleg fölkérünk erre a pozícióra, hogy legyél kreatív igazgatója a kis társulatnak, akkor mi az a színpadi elem, amit szerinted mindenféleképpen be kéne vessünk, hogy meggyőzzük a zsűrit? A vaxolt bajusz. Milyen bajusz? A vaxolt bajusz. Igen, a vaxolt bajusz is jó. Hát nézzétek, a múlt pénteki adásban ti azért elég rendes arzenáját mutattátok ennek a Nemzeti Gics Parádénak, ami itt nem tudom, miket mondhatok, mert fogadna is volt, meg pirosztatik a fűzér, meg... Parádén, esélyt meg minket a Nemzeti Értéktárnak. Ne. Hát, ahogy ti elővezetnétek, az szerintem inkább hajlana egy ilyen kicsit pankos dologba, mint sem valami komolyan vehető produkció, de szerintem ettől jó. Úgyhogy hát majd a háttérben, majd előbb egyezünk meg a részletekről, és akkor a háttérben elmondom. Tehát érzitek, hallgatók, hogy a kreatív igazgatónk csendesen megrúgdosott bennünket. Mi ki se neveztünk rendesen, és csendesen belénk rúgtál, hogy punk, meg gics parádé. Hát nekem ilyen kreatív igazgató nem kell. Hát gyereke! Filip, hát mi van veled? Csodálatos a dal. Csodálatos. Én egy 10-es már a képzelőbeli monitoromra ki is tettem. Legyen ez elég. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük. Na, előrébb nem vagyunk veled, de jót beszélgettünk. És hát megtudtuk, hogy van folytatás a 60. évfordulóra. Ez nagyon ez, jó. Ez így. Sőt, hogy Kovács Ákos Balázs tanuljak valamit. Nem. Ezen a héten a Szabadságtér 89 második kötete is a könyvesból. Azt a mindenségét! Nem bírsz magaddal! De egyébként egyet hadd mondjak, ami teljesen más, tényleg itt a szakállas nőről jutott eszembe, hogy ezt ti tudtátok, hogy Conchita Wurst tulajdonképpen koppintott. Ne hülyeské, nem eredeti? Nem eredeti. Képzeljétek el, hogy a minap Makó városában jártam, ahol a kezembe nyomtak Makó történetéről, illetve a Makó városáról egy olyan könyvet, amelyben még ilyen százaszorulós fotók, meg nagyon sok történet van, és ott olvastam Heller Adéról, aki 1927-ben, mint a híres magyar szakállas nő Amerikában. Jó, de ez cirkuszi. Volt, és van róla egy fotó. Igen, de ez cirkuszi hát, látványosság. Aha, és lett. Volt egy életrajzi könyv, és ez én Makom cím. Igen, csak akartam mondani, hogy a könyvet szintén én írtam. Nem. Tényleg, és most mi van, a Győzike indul? Nem. Filip, bennünket más nem érdekel, csak önmagunk, tudod, ebben a dologban. Tehát a dallal kapcsolatosan most mi vagyunk a fontosak, dalunk kész van, van egy körülbelül meghatározott színpadkép, egy irány, mi megyünk előre, nekünk álmaink vannak, terveink, mi ott akarunk lenni Svédországban. Vagy nem tudom, hol lesz. Úgy hallom, Kozsó áll a háttérben. Ne! Nem, akkor alá lehet az okogás. Igen, akkor nem téged hívtunk volna. De nem, hát ezek a mondatok nagyon azt szeretném nektek tanácsolni, amit 1998-ban a Shy Guys együttesnek tanácsolt Kozsó fülem hallatára, amikor fiúk egy picit kiestek a szerepükből, és a stúdióban próbáltak poénkodni, és jól érezni, és emberként érezni magukat. Kozsó berontott a stúdióba, és azt mondta, srácok, maradjatok imidzsben. Mindenki összerezzem. Filip, köszönjük szépen, búcsúzóul még belehallgathatsz velünk együtt, ugye, a kis induló dalunkban, mert fölelevenítjük, jó? Úgyhogy köszönjük, és hogyha bármi közöl van még, akkor azért támogass benne. Rendben, Balást üdvözlöm. Átadjuk, köszönjük, szevasz. Mielőtt akkor hármasugrást játszanánk, egy picit azért elevenítsük fel ezt a nótát, ha véletlenül valakinek nem lett volna meg. Ez tehát a Polgár Petiféle Eurovíziós Dalfesztivál nóta, amelyen a háttérben Jani, Bali, Feri.
Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Viszont egy érdekes hírt találtunk. A svéd király úgy látszik, hogy megbolondult. 16. Gusztáv. Az egyik napról a másikra arra kényszerült, hogy valamilyen okból kifolyólag tusolás helyett kátfürdőt kellett vennie. És rájött, hogy annyira haszontalan volt ez a kátfürdő, hogy szíve szerint betiltaná Svédországban a kátfürdőzést. Betiltaná a kátfürdőzést azért, mert rájött, miközben őt vagy megfürdették, vagy valahol be kellett ülni egy kát forró vízben, hogy hát ez rengeteg ivóvízbe kerül, és ez belenyilalt az ő kis tudatában, hogy nem okos dolog, hogy ezt tesszük, nagyon szégyelte magát, amikor ő megfürdött. Hát ez szégyelte magát. Mennyire környezetudatos, mennyire szimpatikus. Bár ha az egész uralkodó család abban a kezekkel fürdött volna meg, akkor már nem lett volna akkora baj. Kiszállt a kádból, megtörölközött, és azt mondta, hogy meghirdeti a kád ellenes harcot. És utána felvett valami. És utána a sajtótájékoztatóan pedig fel is öltözött. Igen, magára kapta a kis kasmír, kis fürdőkendőjét, és meghirdette a kád ellenes harcot. És azt mondja, hogy ezen semmi értelme kádban fürdeni, ugyanis sok-sok-sok liter vizet használunk mi el, ahelyett, hogy gyorsan lezuhanyoznánk. Uh-huh. És gondolják át azok, akik kádban fürdenek, hogy mennyit tudnának segíteni az anya természetnek, ha ők zuhanyoznának, és ő szíve szerint Svédországban betiltaná a kádfürdőzést. Mm-hmm. Nagyon jó fej, Károly Gusztáv, ugye 16. ezen a néven a sorban, ő 69 éves. Megkeverjük a 15. Így van, mert ő neki egyéb, a 15. Károly Gusztáv sokkal nagyobb tervei voltak, de 69 éves a csávó, és ő erre most döbbent rá. Hát jobb később, mint soha. De megvan az ébredés, hogy eddig ő hol volt, hogy ő ezt nem, mert szerintem ezt mindenki tudja, hogy a tusolás, az kevesebb víz, nagyobb környezetvédelem. 69 éves koráig őt egyszer se fürdették meg, gyerekkorában se, soha nem volt kád vízben. Alanyi jogon leszel uralkodó, nem az intelligencia. Ja, hogy ez jár, értem. Én nagyon röhögtem, amikor a hírt elolvastad, tehát 69 és a megvilágosodik Károly Gusztáv is előadja. Egyre kevesebb húst teszik, elektromos autóval jár, és igaz, hogy van egy baromi nagy flottája hagyományos autókból, de kezd átállni. De azokat csak itt tartogatja. Igen. Azt hittem, te ezt támogatod, és ennek örülni fogsz. Hogy ne támogatnám már? Csak hogy kettő közt ez a különbség, hogy nekem mondjuk nincsen saját repülőgépen, meg stb. Tehát nem utazgatok össze-vissza a világon. Nekem jó, a kicsit az udvartartásom kisebb, mint Gusztávé, és hogy azért neki egyéb helyeken is kellene még kurtítani itt ott a költségvetésből ahhoz, hogy ugyanazzal a léptékkel rendelkezzen, mint én. Neki egy picit az ökológiai lábnyoma még így is nagyobb, mint az enyém. Most ha kb. 10 percig zuhanyzom, vagy beülök egy kárvízbe, mennyivel használok el kevesebb sokkal, vizet? Sokkal kevesebb. Igen, sokkal. Főleg, ha ugye eszünkbe jut az a kád méret, ami neked otthon van. Ez nagyon, nagyon egyszerűen mérhető. Sokszor voltál nálunk, igen, és láttad, akkor sokszor megfürödtél abban a kádban. Úsztál benne nagyokat, és láttad azt a kádat, ami nálunk van. Viszonylag nagy kádról van egyébként szó, Balázs, a szájából hallottam már, hogy nem kádnak hívja, hanem léknek. Igen, igen. Bombatámadásnál az egész család belebújik, magunkra borítjuk, és azzal szánkózunk. Figyeljetek, nagyon, nagyon egyszerűen mérhető egyébként az a dolog, amikor mondjuk otthon zuhanyzol, akkor fogod, és szépen a tálcát, vagy nem tudom, hogy tényleg nálatok mi van, pedugod, és aztán csekkolni tudod, hogy mennyi az mekkora az a mennyiség, amit elfogyaszt a zuhanyzás közben. Aztán megfürdesz. Zuhanytálcát? Igen. Hát akkor kifolyik a víz. Hát de biztos van valami, ami beledugni. Nincsen hát belőle lefolyik, hanem ha beledobod a dugót, hát ez 2 centi vas, 2 centi magas a zuhanytálc, utána abból átfolyik a víz. Van, aki meg a kádat használja a zuhanyzásra, tehát vannak, nincs mindenkinél zuhanytálca és kád. Vagy, ja, értem, tehát vagy ha beállsz a kádba, akkor bedugod a dugót. Bedugod, és akkor szépen meg tudod nézni, hogy mennyi vizet fogyasztasz. De hagyjatok már ezzel a hülyességet, tényleg. Ne. Ne idegesítsetek meg, hogy attól lesz jobb a környezet, igen, hogy én nem fürdöm kádban, annyi víz, vagy én szálljak ki a kádból. Én nem, de kivéve a hányszor megbeszéltük. Jó, mondja, jöttek itt, igen, és a mosógép öblítővizén vezessük vissza az esővízbe, az esővízbe fürödjünk meg, azzal húzzuk le a budit, szűrjük meg, és ígyük meg. És itassuk meg a szürke marhákat vele. Igen, és a végén, itassuk meg, igen. Ne, komolyan mondom, ki vagyok ezekkel a hülyeségek. Az fontos egyébként, hogy utólag itass meg a szürke marhák, hanem pedig előtte, mert hogyha abban mosogsz, amit a szürke marhák. De akkor én egy önző ember vagyok, hogy én beülök, igen, egy kádvízbe. Tehát, igen, én akkor ezért önző vagyok, mert én szeretem magam egyébként 20 percig csapatni meleg vízzel a zuhanyba, vagy beülni egy kádvízbe. Ha mi is átmehetünk hozzátok, utána. Én nem akarok az ő vízében fürdeni. Ez gyerekkoromban volt, hogy hatan fürdöttünk egy vízbe. Tehát ez, tudom, hogy ez sok. És volt status quo?
Tehát, hogy kifürdött először is ki utoljára? Hát az idősek, hát én voltam a család végén, én voltam a legkisebb, én fürdöttem utoljára. Ki keresni a pénzt itt? Ki hozza a kenyeret az asztalra? Akkor ki fog először fürdni? Én? Mindenki bálat fekete meg volt a víz konkrétan, mire én a sorra körültem, érted? Nem láttam a kádaját, nem mertem beszállni, mert nem tudtam milyen mély. Tehát azt hittem, hogy elnyel érte. Nálunk is volt egyiket, hogy pánikszerűen mindenki megpróbálta elsőnek fürdeni, amikor apám a garázs lejáróból hordta hátra fél napon keresztül a brikettet, és aztán jött fel szénporosan a pinyóból. Svéd király, ide vagy oda, komolyan, én ebből nem vagyok hajlandó leadni. Milliam. Én ezt nagyon sokszor elmondtam, nem vagyok ebből hajlandó leadni. És ne gyertek nekem ilyen matematikai fejszámolással, hogyha 1 millió ember fürdik el egy kád vizet, akkor... Milliók sikítanak, amikor te fürdesz, szomjan maradnak, érted? Afrika szomjazik, és nálad folyik ki a kádban a víz. Ez egy baromság. Ez igen. Ez mondjuk én is aláírom. De miért? Te kivel vagy? Afrika ez nem miattunk szomja. Egy baromság. Tehát nem azért szomjasak Afrikában, mert én egyébként 20 perc után kezdem el a pókot kiüldözni a sarokból. És ez még csak vagy egy olyan bruttó 8 perc után vagyok hajlandó egyáltalán bemenni, mire az a kellő hőmérsékletű víz folyik. Tehát, hogy nem ezért szomjasak Afrikában. Nincs összefüggésben a kettő. De elvihetnénk Afrikába a kitusolt vizet, nem? Persze. Aha, igen. Kecskemétnél felszedlek, indulj el egy ilyen kis hátadon néhány tartálya. Nem, komolyan, ez hülye ez a svéd király, tehát ha már ezt is el akarja tőled venni, még tételezzük, hogy ezt Magyarországon akarná betiltani, tényleg demonstratív jelleggel naponta 3 kád vízben fürdenék meg. Tehát vannak dolgok, amiből egyszerűen nem szabad leadni, és meg kell őrizni a kényelmedet. Én önző vagyok, én ezt beismerem. De nem jut eszembe az, hogy védjem a természetet, ha elmegyek zuhanyozni. Nem jut eszembe. Akkor én zuhanyozni akarok, jól érezni magam, pihenni és beállni a meleg víz alá. Hát letusolsz 3 perc akkor, alatt, utána jól érzed magad. Akkor jó. Akkor itt van egy másik érv, ami nagyon szimpatikus lesz számodra. Figyelj. 3 perc alatt, ha tudom, hogy 3 percem van zuhanyozni, el sem megyek. Tehát nem megyek el, 10-12 perc alatt nem tudom megcsinálni. Figyelj. Nincs ilyen hülyeség. Tapasztalatból mondom, és ezt te is meg fogod érteni, el fogod ismerni, és hogyha még nem próbáltad, kipróbálod, hogy sokkal több endorfin termel a veretés, mint a pancsolás. De hideg, nekem. Hideggel. Micsoda, a te zuhanyzásod endorfin termel? Igen. A zuhanyzás az sokkal több endorfin termel, hogyha megfelelő irányba is megfelelő. De én zuhanyzom, én nem nagyon ülök kádvízbe, csak azt a mennyiséget fürdöm el, amit a kádban egyébként mások kádvízben használják el. Tehát én egy 20 percig zuhanyzom körülbelül. Tehát olyan pára van, amikor én kiszállok a fürdőszobából, érted, hogy nem találjuk meg egymást, hogy kivel, mikor ez napi 20 perc, vagy heti 20 perc? Nem, napi 20 perc. Isten, hol van? Nyisd ki az ablakot! Ha te kezedet fogom, akkor kiét, ha nem. Vagy még itt van Marika néni. Igen, van még valaki a vízben? Kiabálnak mind, amikor elsőjét tetíteni. Ezeket nem veheti el tőlünk senki. Érted? Nem én vagyok a vízért, hanem a víz van értem. A forró víz. Kifizetem, megveszem. Azért van, hogy jól érezzem magam. Nem azért persze, hogy éjszaka folyjon, hogy menjen kárba. De ha 20 percig zuhanyzol, ettől te még nem vagy rossz ember, ezt akarom megérteni. Ettől te még nem vagy pazarló. Jó, mert megengedheted magadnak, hogy beállj a meleg víz alá. Ha nem tudsz lejjebb adni a burzsóá szokásaidból, milyen akkor... Milyen burzsóá szokás? Az hattivásár és a tusolás. 3 hónaponta összeveszünk ezen, de nem vagyok hajlandó burzsóá szokásra gondolni azt, hogy nem akarok úgy zönni, hogy elzárom, szappan, kinyitom, és képezzel lezuhanyzom. Figyelj, burzsóá, hogyha nem sikerül lejjebb adnod a szokás, akkor be kell vezetnünk tényleg a vízkvótát, a meleg vízkvótát. Igen, és akkor vedd meg és a akkor Janitól, érted? Vegyél tőlünk. Nekünk ez egy rendszeres bevételi forrás lehet, én tudom majd ebből mondjuk adott esetben finanszírozni a gyereknek a tanulását, mondjuk egészen nem egyetemi. Nem akárhol, abból a harmadik diplomáig, érted? De hogy akkor legyen ez, legyen vízkvóta. Hogy én megveszem tőled. Így van, pontosan így. És te mit veszel tőlem, vagy mit az cserébe? Tehát én nem... semmit, én nem tudok neked semmit adni, ami neked nincs. Jó, hajlandó vagyok ezen elgondolkodni. Ráadásul fűteni kell a te vizedet, mert forró vízbe tusolsz. Mert te hidegben nem. Tehát te azt mondod, hogy te beállsz a hideg vízbe. Én nem 5 perc alatt tudok végezni. Nem 20 percig. Ez le se ér a víz a hátadat 5 perc alatt. Hát azért fölül rá, hogy szép lassan megkör. 5 perc, mire érted, elér a kettes csigolyádig. Meg felék áthordják a forró sonka levet, érted? Új, jó azt. Érted, ők eleget forrallak a gáztűz helyen ahhoz, hogy ott állandó olyan hőmérséklet legyen. Ez hülye ez a svéd király, komolyan mondom. Én ezen nem vagyok hajlandó spórolni. De nézzük meg, hallgatóinkat, tessék, ki a legnagyobb spórolós a családban? Nézzük meg, hogy ne csak az zuhanyzásról legyen szó. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mi igazán elképesztő dolgot
kaptátok párotoktól, férjetektől, feleségetektől, anyós, após, szülő, aki valami elvetemült módon próbál meg úgy spórolni valamin, hogy már azt ti is kellemetlennek érzitek. Ahogy ugye például János ugye védi a természetet, uh-huh. és spórol a vízzel, ő tényleg sokszor elmondta, ez a matróz zuhányzás, kinyitom, levizezem magam, elzárom, lekenem magam, elzárom, kint vagyok, kész. Ennyi. 2 perc. Konkrétan még el se döntöttem, hogy valójában akarok-e zuhanyozni, vagy csak lábat mosok, mi annál János kétszer lefürdött. Spórolás jelleggel. Tehát mi az, ahogy a környezetetekben valaki spórol? Mivel spórol? Hogy spórol? Mint próbál egy kicsit ügyeskedni? Most háztartáson belül természetesen. Tehát nagyon sok minden lehet. Penészes kenyérhéját levágni, mert belül még jó. Így van. Jó, Nem. Mert a penész gomba nem, ebben a formájában nem fogyasztható. Jó a penész, uh-huh. egy csomó minden. Na de várjál, nem a penészes kenyérhéjat fogod elfogyasztani, hanem azt a kenyérdarabot, amit megmentettél, rossz irányból közelítetted meg a dolgot. Igen, de azt nem véletlenül penészedett be az a kenyér, tudod? Tehát, hogy az már nem jó. A többi része se, szerintem. De hát ki mindenki úgy él, ahogy akar. Igen. De tényleg írjátok meg, mivel spórol a család nagy spórolósan, jó? Amiben benneteket az őrületbe kerget. Ha ez matróz zuhanyzás, akkor az is lehet akár, vagy egy kádban fürdik az egész család. Ezt is megírhatjátok még, de hol látjátok a számotokra kellemetlen spórolást? 3:48 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, kedden, hűvös van, ha valaki még nem indult el, vagy most indulna, készüljön, hogy csipős, ahogy szoktuk mondani. A reggel, de nem baj, hát jön a tél, jön a december, ez a dolga. Ugye isteni is idő ez. Volt eddig, 20 fokok voltak, tényleg. Emlékezz még múlt héten délutánunként 18 fokos. Legyen hűvös, legyen hideg, ez a január. Legyen hó. Január, ez a december. Legyen decemberi hó. Hova ugrottunk? Kicsit ugrottam egy bruttó 2 hónapot az időben, igen. Na, a spórolásról beszélgettünk, ugye megvitattuk, hogy a svéd király betiltaná a kádfürdőzést. Hát édesem, ő megfürdött egy kádvízben, és rájött, hogy hát oda a természet, ha mindenki kádban fürdik. Micsoda világ ez, és micsoda fertő, hogy van néhány ember, aki szeret kádban fürdeni. Ő ezt betiltaná, mert rájött, hogy rengeteg ivóvíz megy kádba is. Uh-huh. És ugye spórolásról beszélgetünk, mert hogy minden családban legalább egy nagy spórolós van. Aki összegyűjti az újságot, aki úgy megy el WC-re, aki úgy használja a fürdővizet, aki spórol a gyufával, a benzinnel. Levágja a krémes tubusoknak a tetejét, összekapirgatja bele a mindenfelé feltapadt kis elég krém. Elég az életedből. Hagyjuk, most kivetesen nem. A mosogatóból kiveszi a joghurtos dobozt, összekapargatja azt az egy kanál joghurtot, és visszaviszi a gyereknek a szobába. Igen, szóval, hogy most kivetesen nem rólad van szó. De nagyon sok SMS jön. A nagymamám úgy sporolt, hogy azt a vizet, ami zuhanyzásnál használt a tálcában, bedugta a lefolyót, megmaradjon a víz, kimerte vödrökbe, azzal kellett a WC-t leönteni. Ha véletlen lehúztam a WC-t, akkor nagyot kaptam a fejemre. Ezt Zsani küldte nekünk. Hát ezt sokan csinálják egyébként, ugye, amiről mi is beszéltünk, ez a kádas vizes spórolós, igen. Az apósom rám kapcsolja a villanyt bárhol, szni sötétben is lehet. Na de törölni és lehúzni, kérdezi ördög, ugye? Tehát azért az kemény, budin ülsz és rád kapcsolja a villanyt. És főleg a papa is így rád is kopogtat, hogy lehet az sötétben is. Nagyon kemény. A főnököm a pánci szekrényében őrzi a befőttes gumikat, azt mondja, hogy nehezen lehet hozzá jutni. Anyósom úgy forról, hogy nem fizet, és borravalót se ad sehol, ezt András küldte nekünk. Hát azért ez egy érdekes porolás, nem fizetni, azt talán a másik véglet. Kicsit talán több, mint a sporolás. Együtt laktam annó haverommal, aki látta, hogy kidobtam a rohadt almát a szemetesbe, ő kiszedte és megette. Utólag vallotta be, azóta se tudtam feldolgozni. Azt mondja, nekem van olyan ismerősöm, aki használ zsíros vagy olajos nejlonzacskókat és szatyrokat, elmossa a mosogatóvízben, aztán kirakja a szállítókötélre száradni, majd újra felhasználja. Nem túl higiénikus. Eli küldte nekünk. Nagypapám úgy spórolt, hogy nem járatta a rejtvényújságot, annak ellenére, hogy megtette volna, hanem kilopta a szomszéd postaládájából, megfejtette ceruzával, kirodírozta, majd visszatette. Na, ez jó. Ez mondjuk, de aranyos. Ezt ez jó. Előfejtett. Megcsinálom. Kirodírozom, visszarakom. Mindenki örömét leli benne. Jaj, de jó. Azt mondja, hogy az anyám gyufával gyújtja be a gáztűzhely rózsáját, a használt gyufát félreteszi, hogy a második rózát az elsőről visszagyújtott gyufával keltse életre, megspórolva egy darab gyufát. Anyám. Péter küldte nekünk. Ismerős. Hogy csillog a szemed, Jani? Hogy csillog? Mennyi új ötlet? Hát, ha egyáltalán van új. Hát most nyitott kapukat döntött. Azt mondom, hogy neked ebben a témában újat mondani, igen. Nagymamám 1 liter tej miatt, ahol a legolcsóbb volt, képes volt súlyos betegen átbuszozni Nyíregyházán.
de aztán a 10 000 forintot úgy adogatta nekem, mintha csak nyomtatta volna. Ben küldte nekünk. Ha már spórolás, az apuson mindent visz. Télen, hogy az autó kevesebbet fogyasszon, nem kapcsolja be a fűtést. Ettől azonban, hogy ne párásodjanak az ablakok, tilos beszélgetni a kocsiba. Nagyon jó. Igen. Az már csak abba tortán, hogy esőben vezet a leggyorsabban, mert persze az ablaktörlő is fogyaszt. És elmélete szerint, ha gyorsan mész, akkor a menetszél leviszi az esőcseppet. Majd írd már meg, hogy merre jár a papa, hogy arra én ne menjek. Ő zseni. Csaszi, csak minden nap egy SMS-t, merre van a nagyfater, léci, bármi, csak hogy hova ne menjünk. Gyorsan megyünk, 100-zal megyünk, nem használjuk. Az ablaktörlő mennyivel fogyaszt többet? 0,008, vagy mennyivel? Az autó teljes élettartalma alatt tudnád megmérni, szerintem egy 2 deci. Atya úristen, igen. Nálunk a férjem a spórolás megtestesítője. Hűtőben szekrény lejárt joghurt, csoki, túrorudi, mindent megeszik, mert kidobni nem lehet semmit. Fokrém csak annyi, amekkora a fogkefe feje, tusfürdő annyi, amennyivel én fürdök, ő 3-szor. Gabi küldte nekünk. Anyám állandóan szétkaparja az agyam, amikor tusolok, hogy ne tököljek, mert vízköves lesz a hátam, meg hogy nem hagyok meleg vizet, aztán lámkapcsolja a lámpát. Dave küldte nekünk. Azt mondja, micsoda, anyám hatalmas a spórolásban, eltört a lombseprű nyele, nem vett újat kb. 300 forintért, hanem szikszalaggal és némi hulladéklit segítségével újat fabrikált. Hmm. Működött, csak ezután lánckesztyűben kellett lombot seperni, olyan szálkás volt. A szikszalag amúgy nála egyébként sok problémára a megoldás, ez Geri küldte nekünk. Volt kollégám minden WC-r menetelőt megkérdezte a családot, hogy nem kell-e valakinek szintén kimenni, így csak egyszer kellett lehúzni. Nagyon jó. Ez az a durva, hogy nem számított, hogy kis dolog vagy nagy dolog. Ja, ez már talán egy picit problémás. Nem problémás, csak a másodiknak. Az első még, az elsőnek még jó. Csak képzeld el azt a karácsonyt, amikor kijössz, ugye, és még nem húztad le. És körbe kérdezed a családot egy tojáslikor. Valaki? Biztos? Látom, na, látom még nem húztam le. Látom, hogy toporogsz. És valaki eléged mondta, hogy jó, megyek. Bemész, tudod, azt hiszed, hogy csak pisilsz egyet. És ilyen brutális zsizé, pufajka új lerakta. Valaki szétcsapatná? Senki? Jó, akkor lehúzom. Nem már szétcsapatná. Atyaisten. Atyaisten. Én a barátnőm vizes tűrcsével szoktam csak simán áttörölni magam, hogy ne fogyasszam a vizet feleslegesen. Mert hogy úgyis nedves a törölköző. De ez tök jó. Amikor kijön az zuhanyzóból és megtörölközött, te gyorsan áttörlöd magad és meg is vagy. Abszolút, tök jó. Én egy fiatal párral lakom, este megvárják egymás munkából hazajövet, hogy spórolás miatt együtt menjenek fürdeni. Halálig. Jó, hát ez... Hát lehet, hogy más is történik. Lehet, hogy más is történik. Igen. Az öregapám a lejtőn a 2105-ös ladáját leállítja, mondván, hogy itt kevesebbet eszik. Az nagyon szép lesz. Egyszer fogod túl a gyújtás kapcsolót túlhúzni, úgyhogy a kormányzár bezár, és véged van. Ilyet én már láttam. Figyelj, úgy is gurulunk, vedd már egy gyújtást, nem kell. És egyel, mert van egy olyan rész, ahol a kormányzár már kiakadt, tudod. De ő még egyet áthúzott, kis balkanyar, paf, és úgy egyenesített. Nagyon jó. És ha szerencséd van, akkor hosszú, egyenes út van előtted, nagyon kevés mellékutcával és kis forgalommal. Ha szerencséd van. Ha nincs, akkor... Nagybátyám 80 éves, egy laborban 2 deci vízben megfürdik, utána még abban elmosogat egy hízóvágásnyi edényt, és nem önti ki, mert azzal még jó lesz a WC-t leönteni. Dáj küldte nekünk, köszönjük szépen. Apám nem öntözi a növényeket a kertjében, mert drága a víz. Hiába mondjuk neki, hogy így viszont meg kell venni a boltban a zöldséget, ami sokkal drágább, nem érdekli. Ettől hülyét kapok. Meg hát, hogyha kirohad a növény, tudod, az nagyon szép. Nem öntözöl, mert ugyan spórolsz a vízzel. Ezek a családon belüli nagy spórolók, hát ezek zseniálisak. A fateromnál tankolás után meg kellett emelnünk a csövet, hogy az sem menjen kárba. A legalább 1,5 deci. Azt mondja, hogy kollégám annak idején ment Ausztriába rózsa kiállításra, de előtte nem evett, hogy ne kelljen WC-re mennie, mert az Ausztriában nagyon drága. Hát 1 euróért. Azért az 300. Ezt Józsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na jól van, hát minden családban. Ha, minden családban van nagy spórolós. Mennyi szimpatikus ember. Ugye? Mennyi szimpatikus ember. De hát mi ilyenek, hát ki az, aki például egy születésnap után a félig leégett gyertyákat nem teszi el jövőre, és nem vágja le az éget végét. Ne. Nyilvánvaló, hogy ezt mindenki megcsinál. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki dátum szerint rakja a sorba a joghurtokat a hűtőben, hogy azt fogja le legelőször, ami a legkorábban jár le. Biztos, hogy mindenki. És akkor 5 gyertyája volt világ.
gyermeknek az ötödik születésnapján félig leégett eltetted, és amikor 6 éves volt, akkor volt 5 fél gyertyád, meg vettél egy 6-at, ami nagy ez volt. Ez csak attól függ, hogy mennyire dugod bele a tortába. Jézus Isten. És van rá magyarázata, érted? Isten. Érted, nem. Hogy mi a baj? Mindegyiket ugyanabba a szintbe lehet hozni. Jézus, a megőrült. Nem olyan bonyolult ez, Feri. Atya Isten. Csak kicsit leszopogatod róla a tejszínhabot, lenyalogatod, de fogsz egy fiskesolót, levágod és elrakod egy ilyen kicsit félpenészes nejlonzacskóban. Kb. Ne Istenem. Most a technikai részében csak azért nem menjünk bele, mert nehogy itt valaki meg 15 ütőtös. Szóljál, hogy mikor van a virág születésnapja, megveszem évszámmal, az összesen egyet. Megvettem már most is előre. Egyes, meg egy 4-es, én megveszem. Szegény gyerek, érted? 3-4 ízén leégett, csonkig égett gyertyákat próbál elfújni. Atya úristen. Pátikra azt mondjuk sajnálom, hogy egy picit korábban született volna a gyerek, akkor megcsinálhatjuk volna azt, hogy amikor a gyerek 14 éves, akkor ugyanazt elrakjuk az anyának, hogy a 41-re legyen. Hát nem. Atya Isten. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, mi van a tekkel, gyerekek? Meséljetek nekem most, mi van a kit tekkel? Kit fogtak ők valójában, és mit honnan fogtak tudjuk, ők se tudják. Ők valójában. Tehát második világháborús relikviagyűjtőket, petárdagyűjtőket, dzsihádistákat, terroristákat. Mi most ez a történet? Mert elég sokszor, sok helyen olvasom most már azt, hogy ez elég nagy blama. Uh-huh. És hogy nem dzsihádisták voltak, az biztos. Már anarchistákról is hallottunk már, meg nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező. És van nemzetközi kapcsolatuk egyébként. Szélsőséges, igen, hát igen, mert vannak köztük szlovákiai magyar. Így van nemzetközi. Ilyen alapon akkor nekem is vannak nemzetközi kapcsolatai, mert van egy nagyon kedves barátom, aki kint él az Egyesült Államokban. Na tessék. Tehát, hogy azért messzire vezetnek a szálak ebből a stúdióból is. Akkor te higgyed viszont le is csupán, mert te Amerikát akarod megcsámolni. Mondom, hogy van otthon egy gyalogsági ásom. Hát figyeljetek, egy nagyon éles helyzetben vannak, nem akarom őket védeni, csak azt azért el kell mondani, hogy szerintem most rajtuk a világ szeme, de legalább Magyarországé, és ha bármi történik, ami kimegy a kezük közül, és nem csapnak le rá, uh-huh. akkor azért is kapni fognak. Igazatok van, hogy ezt az ügyet picit túllihegték. Picit túllihegték, de nyilván ugye nekik van egy bizonyítási kényszerük, nyilván menni kell előre, és ha ugyanaz történik, hogyha nem kapnak el valakit, és van egy uh-huh. robbantás, akkor meg azt mondják, hogy na, tessék, nem csináltatok semmit. Nem azzal van a gond egyébként, hogy reagáltak erre, meg hogy lekapcsolták őket, meg hogy odafigyelnek. Ez tök jó dolog. Tehát, hogy ezzel semmi gond nincsen. Azzal van gond, hogy utána az egészet úgy tálalták, mint hogyha nem tudom, az évszázad fogása lenne. Tehát, hogy ilyen komikor, amik felnyitnak egy csomagtartót, csak belenéznek, és meglátnak ott bent néhány olyan cuccot, ami szemmel láthatóan mondjuk nem manapság készült, és mondjuk nem olyan állapotban van, hogy azzal bármit is el lehetne követni. De hát ugye a magyar jogszabályok olyanok, hogy adott esetben, tehát, hogyha találsz egy marék összerohadt lőszert a bakonyban, a fémkereső detektorodnak a segítségével, az is már mondjuk lehet robbanóanyaggal való visszaélés. De hát, hogy azért csak látja, igen. Van ott egy szakértő, és aki belenéz a csomagtartó, és azt mondja, hogy gyerekek, hát ez nem igazán az, amire gondoltunk. Na de állítólag kiderült, hogy nem nemzetközi beágyazottságú szélsőségesek voltak, hanem valamilyen világháború rajongó fiatalok, akik ráadásul valami erdőben vagy mezőn találták valahol ezeket a fegyverrelikvéket. A bakonyban találták, Veszprém környékén fémkereső detektorra. Azért ez elég kellemetlen. Na most itt valami bomba laboratóriumról az is van szó. Az meg egy másik szó. Ügy, tehát hogy meg volt ugye egy másik társaság, akik tehát két történet van most. Nagyon komoly bűncselekményt előztek meg azzal, hogy ugye lekapcsolták őket, csak fura egyébként, hogy egy nagyon komoly bűncselekmény megelőzése után szabadon is engedik őket. De most hogy van az, hogy te valakit elkapsz, és azonnal azt mondod róla, hogy ő terrorista? Tehát ez hogy működik, hogy valakinek a csomagtartójában találnak mondjuk második világháborús fegyvereket? Hát nem hallgatod ki, nem derül ki, nem nyomozol még egy kicsit, tehát azonnal lekommunikálod, hogy nemzetközi szálakkal szélsőséges, nem tudom milyen dzsihádista szervezetekhez tartozó, hogy beágyazottságú szélsőségesek, akik terroristák, és hú, mekkora fogás, és hogy hát nemzetközi szála is van a történetnek, majd kiderül, hogy egyszerű történelem szakos, vagy világháború rajongó fiatalok, akik egyébként fegyvert kerestek az erdőben. Tehát hogy jutok el oda, hogy elkapok valakit, és azonnal terrorista lesz, majd utána kiderül, hogy ő nem terrorista. Azért bizonyítékokkal kell rendelkeznem, ugye azt tudom, hogy terroristákat kaptunk el, hát miért nem nyomozom, kikérdezek, így van. Megállapítok, és majd elmondom, hogy kiket találtunk. Hát szabadon engedte őket a bíróság, azért akkor nagyon komoly terroristák nem lehetnek, ha semmiféle megalapozottságát nem láttam.
a bíróság a fogvatartásuknak, el is engedték őket. Aki tekes, annak van fegyvere is, gondolom én, és hogy értenie kell a puskához, így mondom direkt, mert én nem értek a puskához. Valószínű, hogy a régebbi fegyverekhez is ért a tekes. Igen. Tehát amikor te fölnyitsz egy ilyen csomagtartót, és egy második világháborús ilyen ízét vackot találsz benne, nem kéne azt mondani, hogy hát gyerekek, hagyjuk már ezt, ez egy 1000 éves szar. Hát igen, ráadásul kiderült, ez az egyik az... Ott rohad már 60 éve, azért látszik. Abszolút látja, látni kell rajta, ráadásul kiderült ez anyjával, és ugye a nevelő anyukája, vagy a nevelő apukájával élő srác. Hát ez tehát, hogy ők így érdekelnek egyet, és hogy valami műgyűjtők. Tehát gyűjtenek, hobbi gyűjtők, műgyűjtők, valami gyűjtenek. Érdekli a második világháború, persze, aztán így nyilván így keresgélnek ezt, aztán azt. Rendbe teszik, felújítgatják, de nyilván hogy lesz ebből, de hogy lesz ebből így egy pillanatra valaki terrorista? Érted? Tehát ha én most talál, én elmegyek ijászkodni, és nekem nyilak vannak... Ez észnél legyél már. De mondjuk vannak nyilak a csomagtartomban. Hát érted. Így van. Én most azért jövőre... De reflexíjak vannak a csomagtartomban, és én elmegyek, és mondjuk elmegyek vadászni valahova, és lő... Csak óvatosan. Tehát akkor én nem akarom egyből megölni a miniszterelnököt, csak elmentem. Nem megölhetnéd. Hát, elvileg, igen, hát egy eltévedt élvesző megsebezhetnéd, de nem akarok senkit sem megölni, hanem nem akarom. Tehát ha a levegőben lövök és rászáll egy galambra, akkor az eltérül, és akkor az bárkit megsebezhet. De miért tennék ilyet? Nem akarok ilyet tenni. Hát akkor engem is elkapnak, és egyből rám fogják, hogy terrorista vagyok? Hát. Vagy előkészítettem egy merényletet? A bakonyban? Most az, hogy tehát azért ez nagyon fura. Most hunnak vagy öltözve, hát ez most egy dolog, érted? Átszázod magad. Ráadásul ugye, hát csak mondom, mert tehát, hogy azért egy-két nyelvű iskolában jártál annak idején, ugye a második szakasz szlovák volt, tehát akkor neked is vannak azért nemzetközi kapcsolataid. Vagy lehetnek? Érted? Azért. Fél, óvatosan. Én azt mondom, óvatosan. Meki, terrorista vagy? Nem. Van, kivel élsz? Az anyámmal. Hát jó, mondjuk, és de a terrorista vagy? Mikit? Második világháborús fegyverek. És hogy került ide? Az erdőbe találtuk. Az bár terroristákat fog. És ebből utána 2 perc az lesz, hogy terroristákat fogtunk. Jó, hát ha de terrorista vagy, és tényleg megkérdezik, hogy te terrorista vagy, akkor is azt mondod, hogy nem vagy az, tehát érted? Maguk terroristák? Nem. Igen. Akkor ez az. Megvannak. Ez srácok. Ők azok. Megvannak. Kivel él? Az anyámban. Mivel jár? Egy babettával. És ki van még ott? Egy macska. Tehát, hogy milyen macska? Fekete macska. Na, de én láttam ezeket a fiúkat a bíróságról kérni. Hát ezek ilyen sapkás, aranyos, megszeppent, szólni is alig tudó fiatal fiúk voltak. Nem, hogy terroristák nem voltak. Hát... Mert vérprofik, így álcázzák maguk. Ez a látod? Se szakál, se jó, semmi. Jó, hiszem, hogy kicsit megrökönyödött, kicsit félszeg, megszeppent srácoknak álcázzák magukat. Igen, még egyszer mondom, szerintem az, hogy erre így rámentek és megpróbálták földeríteni, az a baj, hogy miután elkapták ezt a pár szerencsétlen gyereket, tényleg a csomagtartóban egy szétfűrészelt, nem tudom mivel, meg egy... Hogy ott nincs egy fegyverszakértő, aki azt mondja, nem kellett volna egyből azt mondani... Két külön ügy van, igen. Nem kellett volna mind a kettőre azt mondani egyből, hogy itt most mindenki meg fog halni. Picit kellett volna beszélgetni velük, földeríteni, megnézni a fegyvereket, egy fegyverszakértőnek esetleg, aki azt mondja, hogy ez 60 éve a földben van, gyerekek, vagy most már 70, nem tudom. És akkor itt szépen elkushad az ügy, tehát hogy nem lesz ez belőle, ami most lett. Nem, az van szerintem a háttérben, hogy ez nekik valamit villantani kell, nem? Tehát, hogy nagy bennük az akarás, és a túlzott akarás, vagy bizonyítási vágy, vagy kényszer miatt van az, hogy valamit már föl tudjunk mutatni, nem? Vagy kapjunk már el valakiket valójában, ami megadja akár a szervezet létjogosultságát, és azt mondjuk, hogy igen, vagyunk, kell. Dolgozunk, résen vagyunk, vigyázzunk rátok. Igen. Nem? De... Vagy mindenkire, akit a dolgunk vigyáz, mert tudjuk, el, hogy tehát... ugye nem feltétlen ránk vigyáz. A magyar állampolgárként egyébként ezt is várjuk el. Egy államilag finanszírozott szervezetről van szó, sok pénzt kapnak, nagyon komoly technikával rendelkeznek, egyébként nagyon jól képzettek is, tehát hogy azt sem szabad elfelejteni, hogy azért itt tényleg világszínvonalon képzett emberekről van szó. Szóval ennek ellenére most ez egy picit ilyen billegő sztori. És valószínűleg ez lehet, hogy egyszerűen túlreagálták a dolgot. Igen. Na, de nézzük meg, hogy hallgatóink voltak-e már ebben a helyzetben, hogy valamivel úgy vádoltak meg benneteket, hogy nem is voltatok ott, nem is voltatok benne. Ugye nagyon sok munkahelyen történik például munkahelyi lopás. Nagyon sok barát gondolhat egy másik barátról valami olyat, amiről később kiderült, hogy ez egyáltalán nem így volt. Írjátok meg nekünk, amikor tényleg rólatok terjesztettek, vagy mondtak valami olyat a munkahelyen, amiről aztán később vagy bebizonyosodott, vagy azóta sem tudtátok bebizonyítani, hogy az egész egyébként nem igaz, kitaláció, és felült a többi munkatársatok egy olyan pletykának, aminek soha nem volt valóság alapja. Vagy amikor ti vádoltatok meg valakit,
valamivel, hogy elvette, hogy belevett, hogy meglopott, hogy... Bele? Hogy belenyúlt a hűtőszekrénybe. Érintett vagy, mi? És oda mentél hozzá, és 10 ember előtt leordítottad, hogy megetted a mákos gubámat a munkahelyen, és kiderült, hogy nemhogy nem ette meg, utálja a mákot, allergiássá, és baromi kellemetlen volt a dolog, mert nem nyúlt hozzá. Tehát, hogy mi az a pillanat, vagy mi volt az a pillanat az életetekben, amikor valaki olyat vádoltatok meg, amiről aztán vagy kiderült, hogy igazatok van, vagy nem, vagy benneteket vádoltak meg valamivel a saját munkahelyeteken. Ilyennek naponta előfordulnak. De hát persze, hát mindenki tudja, aki hallgatja ezt a műsort, hogy rengeteg túrolódi szárad a lelkeden, amiket nem annyira te, mint inkább én vásároltam. Igen. Jó, de ő a dupla pofátlan, mert benhagyja az üres papírt a hűtővel. Igen, jelzi, ő nem tagadja soha. Nem. Tehát, hogy soha, abszolút, soha. Ő csisakkal érted. Teljesen egyet, tehát meg igen. Finom volt nagyon. Így semmi. Én megyek és látom a kaján mosolyt az arcán, meg azt a 3D-k a prémium minőségű csokoládét. Én olyan vagyok, mint Mici Mackó. Hárébb rakod, vegyél, figyelj, én abszolút megeszem, de nem tagadom. És hát nem csak munkahelyről van szó, nyilván családban is megtörténhet, hogy ő vett el, ő tehet róla, ő okozta, miatta van. Nagyon sok ilyen és ehhez hasonló feszültségek lehetnek családban, vagy barátok között. Ugye, amikor az egyik barát megvádolja valamilyen konkrét ügyel a másikat, amihez egyébként lehet, hogy nem is, valószínűleg nincs is semmilyen köze, és nem is csinált semmit. Na, ezt írjátok meg nekünk, szerintünk ebből sokféle félreértés van. Hm. Jó, küldjétek nekünk az SMS számunkra, ami 0676... Ez mi volt ez a 70? Kicsit de ilyen karácsonyos. Ilyen kedves, barátságos szeretettel. Mi van vele? 70! Nehogy ez szállít magas sarkuba, gyere az egyik. Ja. Háromnegyed 8 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az embert megvádolják valamivel, aztán kiderül, hogy ahhoz az dologhoz semmi köze. Ugye a tekes ügy volt a tulajdonképpen témaindítónk, és hát ugye ez minden munkahelyen, baráti társaságban, családon előfordulhat, hogy az embert valami olyannal vádolják meg, amit nem követett el, nem lopott el, nem tette meg azt a dolgot, és mégis akár hosszú éves barátságok szűnhetnek meg egy-egy félreértés miatt, vagy az embert kirúghatják, vagy hát számos más félreértése adhat okot egy-egy munkahelyen, ha valami olyannal vádolnak meg, amit tényleg nem követtél el, és azért az kellemetlen tud lenni. Hát nagyon-nagyon sok SMS jön. Igen. És nagyon sokan vannak hasonló cipőben. Munkahelyi kapcsolatokban, baráti kapcsolatokban, nagyon sok ilyen. Hú, számtalan fájdalmas sebet tértünk most fel ezzel a témával, én úgy látom. Bizony. Igen. Sokaknak van ilyen. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink, aztán lesznek majd hallgatók adásban is, ha minden igaz. Vettem egy autót 2 hét múlva, 4 kommandós kérdés nélkül a saját gyermekem jelenlétében kirángatott belőle. Azt mondták, drogkereskedő vagyok. A 2 évvel előttemi tulajdonos állófűtésében Németben találtak 2 gram heroint. Ezt még fél évvel azelőtt tették oda, hogy én megvettem az autót. Attila küldte nekünk. Hát, a tulajdonos váltást nem kellett a rendőröknek követni. Nem, de amikor kirángatnak az autóból, és azt gondolják, hogy drogkereskedő. Van bocsánat kérés után, hogy elnézést. Nem, az a durva egyébként, hogy nem tudod bebizonyítani, tehát hogy bizonyítod be, hogy semmi közöd nincsen ahhoz a droghoz. Tehát egy használt autót nem úgy vásárolsz meg, hogy szerzel valahonnan egy drogkereső kutyát, vagy elviszed, aztán végigszagoltatod bele az autót, hogy hát, ha van benne valami. Érted? Hát meg se fordul a fejedbe. Ja. Igen. És simán ráfaraghatsz. Itt van Gábor. Hello Gábor, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello, na veled mi történt? Hát igazából nem történt, hanem az egyik kollégámmal, Annának is elmondtuk, aki megbeszélte előbb, hogy ő ezt a sztorit inkább nem mesélne el, de hogy én elmesélem úgy, hogy az egyik kollégámmal történt név nélkül. Aha, igen. Igen. Hát az a lényeg, hogy körülbelül 1-2 évvel ezelőtt a Moszkva téren egy ilyen esti bulizás után az egyik srác, aki ott volt velük, nem fogyasztott semmilyen alkoholt, és egy ilyen lesötétszett eléggé nagy Audival beállt a srácokért a busz megállóban, teljesen jobban voltak, egymással haverok voltak, majd elkezdtek kiabálni, hogy emberrablás. És ebben a kocsiba betuszkolták az egyik srácot, de teljesen röhögés volt végig, viszont van szerencséjükre, ott volt mögöttük, ugye egy taxizott. Aztán elmentek haza, mondották, hogy hát ez teljesen rendben is volt az egész, majd egy olyan 3-4 óra múlva a tech kopogtatott az ajtón, hogy hát jaj, mi volt az emberrablás, hogyan is történt ez az egész. Mert a taxis és jelentette nyilván az esetet, és megjegyezte a rendszámot. Pontosan így van. Tehát jó, hogy nem törték rájuk az ajtót. Hát nagyjából ez volt. Tehát mentek értük teljesen karolt, full harci díszbe,
Szóval nem volt, nem volt olyan békés az a kopogtatás. Nem, nem, egyáltalán nem. És benne volt a hírekben, hogy Moszkva téri emberrablás miatt ment a tech, tényleg? Nem, nem, mert az ilyen szintre nem ment el a dolog, de kiment értük, aztán végül szerencsésen megúszták úgy, hogy még a különböző ilyen-olyan díjat sem kellett megfizetni, amit ilyenkor egyébként kiszoktak számlázni. Van kiszámlás, hogyha... kiszállási díja technél? Az most képzelem. Ha számlát ilyenkor adnak róla? De ha csak kamura mennek. Ha kamura mennek, akkor ki kell fizetni. Próbáltak elintézni, hogy azért úgy számla nélkül meg, hát ha úgy olcsó. Hát igen, valakit így egy ilyen A6-os, lesötétített A6-ossal ellopni a Moszkva térről, betuszkolni egy autóba, igen, nem szerencsés. Hát, jó ötletnek tűnt akkor. Igen. Ha igen, sok ilyen jó ötlet. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi. Hello. Engem nagymamám vett elő kamaszkoromban, hogy a falu másik végén lévő vízhálózaton zártam el a csapot egy olyan emberrel együtt, akit egész életemben nem is nagyon láttam, és 10 mondatot se beszéltem vele. Állítása szerint lementem bele az aknába, és együtt zártuk el, és ezt többen látták is. Valahogy nekem ez nem rémlik. Norbi írta nekünk. A mamákat nagyon nehéz meggyőzni az elektrizére, hogy nem voltál. Ha ők hisznek igen. Valamiben, akkor... Nem voltál az aknában. Azt mondja, hogy én is jártam így. A feltételezés az volt, hogy én és egy cinkos társam szétpetárdáztuk a 75 éves XY néni postaládáját, illetve ablakát szilveszter éjjelén. Jó volt másnap reggel egy tök másik buliból hazérve erre ébredni. Üdve egy hallgató. Alja szándékkal vádoltak lopással, ami alól azonnal felmentést kaptam, az illető bizonyítás ellenére kitartott a vád mellett, így végül őt büntették meg. Tényleg hány ilyen eset van, nem? Amikor valamivel megvádolnak, és nincs igazából hozzá között. Csak jó lenne, ha tőle a konkrét történetet is leírnátok, hogy mi történt. Egyszer apám vádolt meg azzal, hogy pénzt vettem el tőle. Aztán pár órával később előkerült egy bevásárlási számla a kérdéses összegről. Nagyon kínos volt neki, Ádám üzente nekünk. A doktornő, akit állítólagos hamis bérlete miatt rabosított a rendőrség, majd azt mondták, hogy bocsi. Az a baj, hogy világá kürtölték a gyerekek elfogását, nem az, hogy dolgoztak, ezek megőrültek. Ezeket ki jelöli be, ezeket az SMS-eket? Ez egy viszonylag friss sztori, ez én értem, talán igen, volt. Csak mindegy. Egyébként csúnyán meghúzolták a igen. Hölgye. Igen, legjobban jó, mindegy, csak nem ért tehető teljesen. Mindegy. Úgy majd én jelölök. Jó? Mondjad, Feri. Hogy úgy vádaskodsz, hogy közben te magad vagy az elkövető. De nem emlékszel rá. Tehát ezek a legszebbek. Nekem volt ilyen pénzzel. Béka. Értsd meg. Ide tettem ezt a rohadt 10 000-et. A saját párod megvádolt? Érted? Mondom, de nincs belőle baj. Csak mondd el, hogy miért. Elvitted, nincs gond. Tehát értem, kellett valamire. És szegény mondta, de nem. Hát ő nem. De hogy ér. De mondom, itt volt az asztalon, és most nekem kéne, meg ki kéne fizessek valamit. És azt eszembe jutott, hogy igen, kitettem tegnap este, de reggel, ahogy jöttem a rádióba, akkor zsebre tettem. Igen. Itt fizettem belőle, és akkor de egy órán keresztül mondom, béka, de most nem fog. Ez valószínűleg nem megvádolt, csak ő hit abban, hogy oda tette, és én tettem. Vagy hogy te tetted oda, tehát, igen. Én, tehát, hogy őt vádoltam, hogy elvitte, de én magam vittem el a pénzt. És ő szegény megmondta, hogy de hát értsd meg, hogy... De azt akarta bizonyítani, hogy te emlékszel, hogy ott van, nem az, hogy ő meglopott, nem? Tehát persze, nyilván inkább... Igen, igen, nyilván nem... Persze, megmotoztad, álljon a falhoz. Azonnal, teket neki! Igen. Marita itt van velünk, halló, jó reggelt! Sziasztok, hello. Hello, te trafikban dolgozol? Így van, dohányboltban. Dohányboltban. Egy szociális otthon mellett. És? Mi történt? Na hát az történt, hogy egyik reggel arra jöttem be, hogy a tulaj azzal várt, hogy a szociális otthonból az egyik lakó, az egyik néni azzal vádolt meg, hogy én előző nap eltettem az ő fogát. Miközben nálunk vásárolt. Na, ez egy még egyszer. Tehát bejött a mama vásárolni, és te eltetted a fogát? És hogy én eltettem az ő fogát, mert hogy nem találja. De mit mondod, hogy hogy került ki a fog az asztalra? Tehát amikor az ember vesz egy doboz barbit, meg fizet, meg nem tudom, akkor azért ritkán veszi ki a fogát. Azt nem kérdezted meg tőle, hogy... Igen, én is. Vagy mi is ezt így végigfutattuk. A poén az egészben az, hogy harmadnapra kiderült, hogy az egyik bácsinak a nadrágjában volt a néni foga. Ha, egy bácsi nadrágjába volt a néni foga. Mit csinálhatott a bácsi ezzel a foggal? Tudatosan vitte el, vagy csak mellé? Mellé. Ott maradt. És aztán visszajött a néni, elnézést kér, hogy megtaláltuk egy bácsi főnök, vagy bácsi zsebében? Nem, hanem az ápolók mondták, mert járnak hozzánk vásárolni nekik, és akkor az ápolókról kérdeztük meg, hogy végül is mi lett a foggal, és hogy az egyik bácsi, akivel ágyra járnak éjszakánként, tehát ott volt a nadrágban. Ágyra járnak? A szociális otthonban igen, lakunk, igen, ott... igen, összejárnak. Aha, csak olyan szépen mondtad, nekem tetszett ez az ágyra járnak. De a néni nem jött át, hogy elnézést kérjen. Nem. Elnézést, kedveském. Nem lehet, hogy a bácsi felhívó jelleggel dugtál a fogad, hogy... Igen.
Jobb az úgy. Nem bánnám. Nem bánnám. Igen. Tehát, hogy a bácsinál volt a fogni, de egy ilyen felhívó jelleggel, hogy Marika, vegyük azt ki, nem kell az. Rezső nincs meg a fogam. Nem is kell azt. Nem csak kell a kárban belőle, csak a kárban. Csak a kárban belőle. És fölnyomott a főnök asszonyodnál? Tehát ő nem tovább vitte az ügyet, vagy csak neked szólt? Nem, hanem tehát jött, akit éppen itt talált, ő pont a főnökasszonyom volt, és neki panaszkodott, hogy előző nap vásárolt nálam is. Tehát, hogy a főnöknek mondta. Igen. Így van, tehát biztos, hogy nálam van. Azért a bácsi nagyjátékos. Az. Ideig próbált szólni a nénnek, hogy nem kell az a fog, nem kell az, majd mikor a nénnem hallgatott rá, akkor viszont erőszakot alkalmazott, elvette és zsebre tette. Köszi, hogy elmondta, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Szia, hello. Ez nagyon helyes kis sztori volt, igen. Azt mondja, hogy volt még egy olyan SMS, nem tudom, hogy hol van. Igen, itt van, megvan. Galambász vagyok, ha az utcában eltűnik egy macska, mindenki engem jelent fel, pedig soha nem nyírtam ki egyet sem. Ezt Atesz küldte. Atesz küldte nekünk. Galambia van? Hát. Hol lehet az a gyönyörű kandúr? Hát biztos, hogy ez a személy nyírta ki, már babajgatta a galambiai. Biztos. Nem tudsz arra gondolni, igen, hogy és elvitte. És nem tudod le most magadról a vádat, tehát egyszerűen nem tudsz megszabadulni, de hogy is nem. A szemesre álljó. Rohadt galambokat se szalnak minden. Igen. Egy szilveszter éjszakát a fogdában töltöttem, mert a buli előtti bevásárláskor a parkolóban a haverom autójára azt állította egy pasi, hogy azt tőle lopták el hónapokkal ezelőtt. A kiérkező rendőrök mindenkit bevittek, aki az autóban ült. Hónapokkal később kaptunk egy elnézést kérő levelet. Kitörölhettem vele, kalandos éjszaka volt. Írta egy hallgató. Köszönjük szépen. Hát igen, ezért kemény. Uh-huh. Hát biztosan mentek a zsaruk. Na jó, ne válogassunk itt, mert engem nem érjük. Visszünk mindenkit, igen. Na jó van, drága hallgatók, köszönjük szépen az SMS-eket. Sok ilyen félreértés van, vagy sok hasonló félreértés, csak talán nem ennyire látványos. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Összeszedték azokat a szavakat, amikkel lehet jellemezni az ünnepeket. És hát tulajdonképpen ezek a szavak mindenkire jellemzőek. Mi is megtalálhatjuk azt a 3-4-5 szót, amit hallgatóink elküldenek nekünk, amikor is hát tulajdonképpen amivel ők jellemezni tudják az ünnepet. Ugye? Mindenkinek vannak ilyen szavai. Ezek hangulati szavak, hívószavak, kötőszavak, tárgyak, tulajdonságok, és cselekmények leírásai tulajdonképpen, de ha elolvasod egybe az egészet, nagyon jól jellemzi, hogy milyen felfokozott idegállapotban van az ország, és hát a keresztény világ karácsonykor. De hogy nem azt mondjuk a karácsonyra, hogy mondjuk melegség, ugye? Nem ezt fogjuk mondani, hanem azt mondjuk rá, hogy vásárlás? Már mire gondolsz? Most ezt nem értem. Hogy azt mondtad, hogy felfokozott idegállapot. Hát az egész karácsony szerintem egy felfokozott idegállapot. Nem a szép dolgokat fogjuk sorolni az öt szavunkkal, hanem az őrületet? Hogy csorbanállás, vásárlás, odaégett, töltött káposzát, kigyulladt a karácsony, hát, ilyeneket fogunk mondani? Ilyeneket fogunk mondani, de a sorbanállás, vásárlás se rossz, de ennél vannak sokkal jobban kifejezőbbek, mert a sorbanállás, vásárlás, igen, ez történik valójában. Egy körímél terjed most az interneten, és ebben tényleg minden benne van. Ha tudunk jobbat, még összeszedhetjük. Csak egy-kettőt, hogy milyen idegállapotban vagyunk karácsonykor. Azt mondja, hogy, és ez még nem az összes. Ugye így kezdődik, hogy 24-e, hát ezt tudjuk, hogy ez egy ilyen szitok szó lesz már a 24-e. 24-e, kénefa, nem ér rá, majd holnap, veszek fát, az jó lesz. Hogy néz már ki? Megyünk Nagyihoz? Nem akarok. Jön a Jézuska? Minimaxel. Nagyi mesél? Minimaxel. Most hagyd abba. Hozd el a fát. Hol a tarv? Nem én raktam el. De te raktad el. Ott lesz. De ott nincs. Ugye te raktad el. Eltörn, baszom. Igen. Menjél Tescóba. 3:30 van. Hol a fűrész? Szomszédnál. Hol a flex? Szomszédnál. Hol a szomszéd? Nagyon szeretem. Anyád. Anyámat hagyjuk ki. Tedd le a kést. Hol a díszek? Fent a szekrény. Fenti szekrény, mert nincs. Nincs ott semmi. Másik szekrény. Égő jó. Tavaly vettem. Nem ég, basszus. Pótizzó. Az se még. A francba az égővel. Kell az az égő. Hova mész? Vásárolni. Alufólia, bandi, azt a csengettyű. Nincs meg a csúcsdísz. Hol a csúcsdísz? Te tetted el.
nagyon szeretem. Csomagoljá, tök pazarlás. Klasszik, ugye? És ezeket kimondod, és tényleg így van. A nők elkezdenek csomagolni, te állsz hülyén, és azt mondod, hogy ne pazarolj, nem kell, ne tegyük be egy szatyorba, jó lesz az úgy, nem kell. Csomagoljá, tök pazarlás, akkor főzé, főzök pacet. Én többet soha nem csinálok semmit már. Nagyon szeretem, csomagolok, hol a Cellux papíroknál. Gyertek enni, gyertek már enni, mindjárt, ülj le az asztalhoz, nem ülök le, tedd fel a lemezt, milyen lemez, szenteste, nem kell, kiskarácsony, nagykarácsony, pásztorok, na mit kaptál, nem legó. Nem egyetlen, nem legó. Na mit kaptál, nem legó. Ne sírjál, legó kell, fakocka, legó kell. Nagyon szeretem. Mondtam legót, nagyon drága. Ne a gyerek előtt ne hisztizzél, ez már a vége. Ugye? Tehát a ne a gyerek előtt ne hisztizzél, ez már abszolút a vége. Igaz égő, mondtam kontaktos. Jani Jéghaus, ugye bepillantottunk egy kicsit Jánoséghoz is. Igaz égő, mondtam kontaktos. De szép nyakkendő, úgyse hordod, akkor is. Tehát az összes olyan szó benne van ebben, amivel ki lehet fejezni a karácsony. Jó a lánc, nagyon szép, nem kellett volna, pénz nem számít. Kapsz anyától, ne sírj, prücsök. Szeretlek, én is téged. Itt a vége. Na, hát ezek a szavak, amikkel ez a kis e-mail jellemzi a karácsonyt, és hát ha egyenként kiemeljük őket, vagy átbeszéljük, nagyon jó. A talptól kezdve a 3:30 délután még elmész bevásárolni, mert valami hiányzik. Az anyádék átjönnek-e, ne jöjjenek át, hagyjuk már, ne veszekedjünk, minden benne van, nem? Abszolút, és végig is kíséri az egészet, ugye a 24-e reggeltől egészen a végéig, amikor mindent megbocsátasz, és azt mondod, hogy én is szeretlek, mert ez az utolsó szó, hogy én is szeretlek. Aha. Gyönyörű. Nekem a befaragás tetszik a legjobb. Igen, csak nem mindegy, hogy ezt az én is szeretlek. Igen. Na, a hallgatók írják meg nekünk, hogy náluk mi az a három hívószó. Lehet az is, hogy magát leírjátok, hogy veszekedés, de nem biztos, hogy az a jó, hogy azt írjátok, hogy veszekedés, hanem ezen a vonalon próbáltok meg elindulni. Tényleg, ez a úgyse rakod el, ragd már el, hol a fa, hol a dísz, a felső polc, nem a felső polc. Tehát, hogy próbáljátok meg leírni azokat a szavakat, ami biztos, hogy elhangzik karácsonykor. Mint ahogy tényleg a kontakthibás, mondtam, hogy olcsó, ugye? Hát persze, tökéletes, hogy közben vázoltam egy olyat, ami nálunk minden évben megvan. Na, ez leírtad. Ez pedig a következő. Van még izgó, oda tettem, de itt nincsen, elpakoltad, biztos, hogy nem, akkor nincsen, kinek a dolga? Minden az enyém! Ugye? Na, hát erről szól, hogy az tipikus. Igen, hol a balta, nem tudom, te tetted el, én tettem el, nem használom. Én faragja, a műanyag jobb, minden évben, dehogy is nem, Balázs is mondta, dehogy mondta, kap. Menj le a garázsba, nem megyek le, vegyél papucsot, nem veszek papucsot, nem mondd meg, mibe menjek le. Így van, ma jövőre szebb leszek. Mondd, hogy finom, megsértődik. Vegyél sort, nem veszek sört, de át apád, akkor vesz. Tehát, mindenkinél van, és most nem is azt kell leírni erről, mert később foglalkozunk, ugye ez mindig egy nagy ünnepi közhely téma, de hogy nálatok hol csúszik el, mi ezt a témát nagyon szeretjük. Ezt minden évben megcsináljuk, ez a kinél hol csúszik el, kinél meddig idilli a hangulat, és van egy pont, ugye erről sokat beszéltünk már, amikor megtörténik a törés, és a nagy békéből egy óriási veszekedés lesz, valami elcsúszik. Odaég valami, a gyerek túl sokat sír, előre megtalálja az ajándékot, valami elcsúszik. Rum most van benne, rakjál még bele, még rakjál. Igen, nem lesz sok a rúm. Igen, tehát most ne hosszan írjátok le, hogy nálatok mind csúszik el, csak hívószavakat. Hívószavakat. Ami egészen biztos, hogy 24-én valakinek a szájából elhangzik. Vagy szitokszóként, vagy káromkodásként, vagy azért, mert indulatos és indulatszóként, de egyszerűen biztos, hogy valakiből kibukik. Nálunk biztos, hogy minden, de 100%, hogy elhangzik a majd jövőre. Hogy majd jövőre, majd erre is oda fogunk figyelni, és akkor még szebb lesz a karácsonyunk, és akkor olyan szép karácsonyunk lesz, hogy hú, és aztán minden évben az van, hogy na majd a következő karácsony, hú, de akkor minden patent lesz. De és mindig ugyanaz az egy hiányzik, vagy mindig valami más? Nem mindig valami más, tehát hogy az, amit tavaly hiányzott, az idén már van, de valami mégis hiányzik ahhoz, hogy tökéletes legyen. Igen, hát nálunk is nagyon sok ilyen van, vedd meg a fát, majd megveszem, miért nem vetted meg, mondtam, hogy megveszem, még. De meg, hol akartad megvenni, még van egy bot, az már nincs nyitva, majd ott állunk 24-en délután. Már csak csúnya van. Igen, csak csúnya van, megyek, veszek már, nem ennyi, mondtam, hogy megveszem. Tehát nálunk a Viki azzal zsarol, hogy akkor ő elindul.
és akkor... Igen. Ő ugye már elindul, de akkor én érzem, hogy már ő menne fát venni, és akkor megyek. És sírva öltözteti a két gyereket. Tavaly vagy tavaly előtt sírva öltözteti a két gyereket. Tavaly előtt hazajöttem, és azt mondom, hogy nem találtam fát, majd lement, és három perc múlva beállított egy fával. De ilyenkor... De tényleg nem láttam már, annyira be volt szűkülve a tudatom, hogy nem vettem észre, hogy, hogy ott az Interspár mellett egy 4 hektáron még fát árulnak, csak benéztem kívülről, és azt hittem, az nem meghagy, mondtam, hogy nincs fa, hazamentem. Mondom, jó, na, hülye vagy, elment, az két perc múlva beállított egy fával. Tud, megsemmisülsz. De ilyenkor egyébként tényleg az univerzum üzen neked. Mert hogy ő biztos, hogy 2 perc alatt talál. Tehát, hogy ilyenkor meg akar tanítani valamire az élet, az egész biztos. Igen. Nem találtál soha, és tényleg igazad van, mert te reggeltől estig lótottál, futottál, kerested azt a rohadt fát, ő meg elmegy is 2 perc alatt. Igen. És nálunk a méret. Miért ekkora? Én szeretem. Kiskoromban a nagyfa volt. Nem miért kell nem nagy dúsam? Fa. Miért nem nagy? Hol a talp? Te tetted-e? Farag sok bele, nem faragom. Jó lesz a sok az ága. A nagyfa szép fa. A parlament? Kisfa kell. Mondtam, kicsit vegyél. Nagyot veszek, nem veszek kicsit. Utálom a kisfát. Vidd vissza, nem jó. Hol a talp? Te tetted-e? És újra. Újra. Mondtam, hogy vegyünk egy új talpat, ugye? Klasszikus. Klasszikus mondat. Miért nem? Miért nem ez is? Jó, ez is. Leullik a tűlevele. És te söpröd össze. Igen. Ugye milyen szép? Abszolút. Ugye milyen szép ünnep ez a karácsony? Na, drága hallgatói, írjatok nekünk hívószavakat, jó? Hogy kinek hogy telik majd az ünnep, és igen, hát ahogy mondtuk, a rohanás, az idegeskedés, a rokonok és a családtagok megutálása 24-ére, a csomagolás, nem csomagolás, hát nagyon sok. Legyen már vége. És a vége, amikor... Vége. 20... Legyen már vége. Menjen haza, anyuka, menjen haza. Igen. Igen. Nálad a szideg, Feri. Feri, ez már 10. vodka, 8. sörre. Micsoda, vodka sörre? Nem iszol te vodkát sörre. Finoman borozol. Hát... Nem igen. Hallgatsz a teszt, a műsort, úgy látom, vodka sörre. Ahhoz azért nagyon keménynek kell lenni. Valakinél csak ennyi az ünnep. Last Christmas, kapcsolt ki. Don Vittorio küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen. 24. reggel, megvan minden? Nem is tudom. Akkor menjünk. Így írjátok le, jó? Igen, illetve a nagy kulcsmondat, szerintem, ami szintén rengetegen elhangzik, a mi van még nyitva. Mi van még nyitva? Megvettél minden? Nem. Akkor menjünk. Mi van még nyitva? Nem tudom. De induljunk. Küldjétek az SMS-eket, jó? 2-3 hívószót, hogy nálatok milyen a karácsony. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz 3 perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek, Király Viktor új dala után. Igen. Többször meg kell hallgatni, hogy az ember megszokja. Ugye? Amíg ide mér az új sláger, addig jó ez is. Örülünk mindennek, csak mélyebb dal többször meg kell hallgatni. Na nézzük, mit írtak a hallgatóink. Ugye kértük őket, hogy hát jellemezzék nekünk szavakban most csak a karácsonyukat. Egyelőre szavakban, nem kell sztorikat kibontani, nem kell megírni. Vagy nem kellett megírni, hogy kint csúszik el az ünnep, mi történik, mi mindig a másikon. Persze, mindig a másikon, ezt majd később úgyis kivesézzük. Most egyszerűen csak szavakat, hangulati elemeket, indulat szavakat, cselekményeket írjatok le nekünk egymás után, hogy kinél mi történik. Azt mondja, hogy nézzük, mit írnak. Zsuzsa például ezt mondja. Náluk így zajlik a karácsony. Hol a műfenyő? Padom. Hol a dísz? Nincs kész. Forró, ne nyúlj a krémhez. Húzd már ki a konyhából. Na, ne falj fel a szaloncukrot. Bírd már ki. Ha, jaj, a dísz leborult. A rohadt életbe. Dobd ki azt a döglött macskát, Zsuzsa. Halászlét megfőzöd? Minek? Mert te szoktad. Úgy se eszel belőle. De te szereted. Más se. Nem baj, majd megeszed. Buba lesz? Lesz. Kifli? Nem vettél. Felírtam? Nekem nem. Nagyon jó. És ugye ez azért jó, mert hogy persze felírta, nekem nem, de hogy közben tényleg ez a kinek főzöd, ő eszik-e belőle, akkor nem csinálom, de ha nem csinálsz, én nem eszem. Miért nem eszem, nekem csinálod, de úgy cselszed, megmarad. Annyira klassz. Annyira tipikus. Ha van, az a baj, ha nincs, az a baj. Tavaly is ez volt. Jó. Nem csináltam? Miért nem csináltam? Tudod, hogy szeretem, de csak te szereted. Nem szeretsz. Roberto, ő ezt írta, náluk így zajlik. Hol a dísz? Az ágynemű tartóban. Ott nincs. Akkor a spájzban. Megvan. Az egyszínűeket rakt fel. Nem, én több színűre akarom. Én meg nem. Akkor csinál te. Jó, akkor pucol te a halat. És süssél. Náluk így zajlik. Roberto, kidíszíts a fát, nagyon jó. Sárjéknál a következő karácsony. Süssünk beiglit. Nem kell beigli. Akkor én is ütök. Miért? Mákosat, diósat. De a diósat senki nem szereti. De akkor is csinálok. Akkor süssön azt. Nincs élesztő. Elmész boltba? Elmegyek. Veszek beiglit. Beiglit sütni kell. Vissza a gyerek. Gyönyörű. Óriás. Gyönyörű.
Gyere segíts, miért úgy csinálod? Anyu bánt. Ne üsd a húgodat, karácsony van. Gyere segíts, miért odarakod? Anyu, ez hülye. Karácsony van, ne beszélj csúnyán. Kész a vacsi, a diót is mézzel. Jó étvágyat, azért szeret mindenki mindenkit. Niki küldte nekünk. Kicsengetett keresztapát, mondtam, hogy ne jöjjön, nincs ajándék. Add oda az anyádét, írt egy másik hallgató. Milyen színű fa legyen idén? Mindegy. Akkor fehér díszek lesznek. Minek? A tavalyi arany miért nem jó? Legyen más idén. Minek? Akkor maradjon az arany. Nekem mindegy. Lehet fehér is. Júj, de szép! Júj, de gyönyörű! Jó, jó. És hát ezt tudjuk ragozni a végtelenségig. Igen, a fába mindig a csajok akarnak újítani. Igen. Mindig kitalálják. De miért nem jó a tavaly? Akkor több színű, és a, legyen ma. És nem akarják megérteni, hogy a paliknak kicsit mindegy. Kicsit mindegy. Vagy, én nekem mindegy, hogy most igen? egyszínű vagy arany. Én oldja meg. Oldja meg. De nem az az ő kreativitása. Én, ha most arany, legyen arany. Hát nem központi kérdés, hát nem kardinális kérdés, hogy milyen színű legyen a fa, de az ő lelkükben az. Hiszen tavaly fehér volt, és visszamenőleg megkérdezett, hogy milyen volt az elmúlt 6 évben az, az elmúlt 6 év karácsony, és mindegyiket elmondja, hogy mikor milyen színű volt. Nem? Mekkora volt a fa, tavaly ezüstöt vettünk, de az nem jó. Igen. Most luc legyen, nem a luc, mert az hullik. A... Komoly dilemma. Hagyja. Milyen színű mondd legyen meg a fa? Miért vegyek. Mondom, hozom. 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 Ennyi, nem kell ezt túragozni, igen. Kell fa? Nem. Vedd meg, nem. Vedd meg, hülye vagy. Vegyél, vegye meg apád. Tedd fel bablét. Tom, aki küldte nekünk. Bublé, igen. Michael Bublé, gondolom, igen. Melyik a zselés? A sárga? Nem. A piros? Igen. Basszus, az marcipános. Akkor a sárga. Nagyon szeretem. Azt mondja, hogy padlás van, spájzban? Ennyi van? Jó az. Sül már? Alszik. Ne jöjjenek. Szőnyeg. Szőnyeg. Ennyi. Túl magas a fa? Nem fér el a csúszdisz. Vágjál le belőle fél métert. Hülye? Ne a tetejéből. Nagyon klasszikus. Köszönjük szépen. Ezt anyádéknak? Drága lesz. A többieké? Nálad van. Nem én vettem. Ú, de szép. Hol a többi? Hol a többi? Ez se lehet rád bízni. Ne bőgjél. Ne bőgjél. Hazaköltözöm. Az lesz csak az ajándék. Ez a befejezés. Gyönyörű. Minden benne van. Tényleg minden benne van. A boldogság, az ajándék átadás, összeveszés, sírás, kibékülés. Tehát ez minden tényleg benne van. Legalább karácsonykor ne üvölts. Igen. Igen. Nagyon szép a következő. Nagyon klasszikus. Finom a zserbó. Én sütöttem. Egyetek még. Nem kérek. Már tele vagyok. Egyetek még. Nem maradjon itt. De tényleg nem kérek. Tele vagyok. Egyétek már meg. Ne kérjen. Nem ízlik. Én mindig eszek nálatok. Ezért sütöttem. És ez a vége. Ezért sütöttem. Jó, de szép. A szüleimnél minden 24-én. Apám, mikor eszünk? Anyám, még nem. Apám, de mikor eszünk? Anyám, még nincs kész. Apám, ne kiabálj a szeretet ünnepén. Anyám, akkor sincs kész. De jó, nagyon jó. Ó, nagyon szeretem ezeket. Ferde a fa, rohadjon meg, kösd ki, nem kötöm, majd én kikötöm. Nagyon szép. Mi ez a sok szar? Vedd már át a másik oldalon, nem kell. Jó az úgy, segíts már. Jó az úgy, fogjad már. Jó az úgy, nem kell több dísz. Jó az úgy, eldől a fa. Jó az úgy. Jó. De szeretem. Hát, ha nem mondom el egy szentes alatt 24-szer, hogy jó az úgy, nem egyszer sem. Nem egyformán szeretitek a karácsonyt, ez a baj. Hát ott itt van a konfliktus. A nők törekednek a tökéletességre. Te meg így elengeded, hogy szerintem jó az, hogy itthon vagyunk, nyugi van. Elég ugye, az. Elég hogy az mennyire szép, attól szép a karácsony. Engem. Egy hallgató ezt írta. Náluk ilyen a karácsony. Apád már megint részed? Mikor eszünk már? Kelsd fel apádat. Nem bírom. Hagyjad egyél. Apa délutára vége van. Apa délutára leadta a forgalmat. Ennyi. Ennyi. Azt mondja, hogy miért ilyen vastag a fa? Ez nem vastag. Papa nem bírja befaragni. Évente egyszer egy perces meló. Nem bírja. Vastag? Vékony. Szemét vagy. Ne hiszd itt. Jövőre se dugok veled. De szép a vége. Mézes kalács, csak egyet tehetsz. Nagyon finom. Kicsit kemény. Ez is kemény. Mondtam, hogy csak egyet tehetsz. Jó, ide szeretem. Na jó, van, aki csak annyi hír szenteste van, ne káromkodj. Hát igen. De jó ez. Na jó, jó ez. Hát igen, azért jó ezt így olvasni, hogy nem csak nálunk hangzanak el ezek a mondatok. Tényleg, én semmi más nem kívánok, csak annyi ezres legyen a zsebembe, vagy annyit kapjak havonta, ahány magyar családban elhangzik az, hogy a vendégségben azt mondja, nagyon finom, de már jól laktak. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.